Bugovics Elemérre emlékeznek a Győri Kórházban. Az intézmény egykori vezetőjének nevéhez számtalan díj, 100 hazai és nemzetközi publikáció fűződik. Sokak szerint ő volt az, aki a kórházat átvezette a 21. századba. 1991-ben választották meg igazgatónak. Igen, egyedi eset volt, és nem ismétlődő véhetően. Az intézmény dolgozói dönthettek arról, hogy a pályázók közül kit választanak. Egy pályázatot úgy nyert el, hogy elsőprő többséggel az intézmény kollektívája őt szavazta meg orvosigazgatónak. Emléktábláját Tamás László János, Bugovics Elemér özvegye és unokái leplezték le. Sok-sok kitüntetést kapott. Először szabadkozott, hogy őt miért tüntetik ki, de utólag, vagy mikor átvette, nagyon-nagyon örült neki. És egész biztos, hogy itt van a szívemben, de itt biztos a körülöttünk, és látja, hogy mennyire szerették. A megemlékezés Méhes Károlyról is szólt, aki 1987-ig dolgozott a Győri Kórházban. A professzornak a gyermekgyógyászat köszönhet sokat. Mostantól az ő emlékét is tábla őrzi. Mindkét alkotás Lebó Ferenc munkája.